Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket a Trailout következő részében, folytatjuk az autó törézúzást. Látjátok, Zsenka itt mögöttem brutál lelkesen nyomja a googolásokat, nem tudom mióta, úgyhogy lassan csak elfárad. Viszont az előző részben, ugyebár volt itt szó, hogy melyik autóval foglalkozzunk, és őszinte leszek, nekem is efelé húz a szívem, úgyhogy egy 69-es Dodge Charger replika, nyilván nem az a tökéletes neve, itt ilyen Hero SS névre hallgat az autó. A lényeg, hogy őt fogjuk most feltuningolni, ugyanis ugye legutóbb használtuk, de még alapon, úgyhogy most feltuningoljuk, mert már viszont van annyi rajongunk, hogy ezt el tudjuk érni. És mindjárt mondom, hogy mi lesz a mai célunk. Kettes kaszti, az a baj, ez annyira, hú, majd hogyha megyünk vele a roncsderbit, a roncsderbire megvesszük a nagyobb kasznit, amúgy a kettes kasznit fogjuk használni. Dupla turbós V8. Bár ugye, hogyha nagyon hülyek akarnánk lenni itt az amerikai autózáshoz, akkor az nem turbó lenne, hanem inkább ugyebár valami jó kis kompresszor feltöltő sztori. Felfüggesztést is veszünk, kicsit segít. Kereket! Ó, várjatok, nincs valami vintage kerék, drift kerék. Hát igazából oly mindegy. A szöges az túl brutális. Legyen most drift kerék, sose raktunk drift kereket. Úgyhogy most használjuk azt, nitróból nyilván bele kell rakni a legdrágábbat. Pénzünk igazából dögivel van, úgyhogy abban nem fogunk összeveszni. Hát a fekete lenne a legfullosabb, de nem fekete lesz, mert a rajongói festéssel gyorsabban haladunk. Akkor már viszont inkább ez a 39-es. Az a helyzet, hogy csak-csak csúnya. De az nagyon-nagyon sokat számít a rajongók. Mert most nagyjából 10 versenyenként plusz egy versenyi rajongót tudunk összeszedni. Vagy legyen fekete, ilyen windízeles? Legyen windízeles. Aj! Jó, meggyőztem saját magamat. Most erről, és a sztárkos piros rendszámtábla az igazából maradhat is. És a célunk, átnézünk a roncstelepre, szóval nem más, mint hogy szerezzünk egy kis követőt, és meglegyen a 1,5 millió. Nem tudom, hogy ezzel hogy fogunk haladni. 1,5 millió követővel már jár ez a kicsit terebélyesebb gépjármű, amely egy Cadillac Escalade, ugye már egyszer ezt említettem, és ezt szeretném megvenni. Utána pedig igazából nincs más hátra, mint hogy esetleg egy Camarót beszerezzünk, vagy van itt egy újabb Dodge. Ez az új Charger lenne? Hát, most ebből ki az, aki meg tudja állapítani, ráadásul ugye a játékban nem 1:1-ben úgy vannak lemásolva az autók. Illetve 2 milliónál majd ott lesz a Batkár, de azt majd maga idejében. Menjünk versenyezni. Egy új játékmódot kapunk, ez a Hunter, ahogy láthatjátok. Vadásnunk kell autókra. Ugye ez a pálya már ismerős, legutóbb voltunk itt. És ezek ilyen tesztautók lennének? 5 autót kell lezúznunk. Ő lesz az első. Júj! De ez így nem volt pont. Ja, lehet, hogy ki kell nyírnunk teljesen, aha. Az jó, és 3 percünk van erre a mutatványra. Az baj. Erre nem ez lesz a legalkalmasabb autó. Ouch, nem baj. Meg kell őket gyengíteni. Érdekes lesz 3 perc alatt 5 autó. Hamarabb zúzom le magam. Mindjárt utolérjük azokat ott. Ki kell pergetni. Jó. Jó, oké, azt kapta. Jaj, ne! Azt a mindenit! Az is kapta rendeset. Ne! Ez baj! Ez baj! Jó, megjöttek a srácok. Itt vannak a lovos fiúk. Őket kell most elintézgetni egyesével. Azban én is lovos vagyok egy picit. nem fogom túlélni a 3 percet, hogyha így folytatjuk. Az megvan, egy lezúzva, nice. Jön itt a következő, jó, utolérjük. Menünk először inkább, van mögöttem is egy. Jó, az lezúzva, leseggel leszedtük. 3 megvan, életünk az nem sok van, valaki elpukad magától. Jó. Az is megvan, ajaj. Jó, hát ez visszaállítás. Szegény, eltaláltuk a fanokat, ezzel vigyázni kell. Mert tudnak ám haragudni. Most életünk az nincs sok. Ups. Keresni kell olyan autókat, amik... Az a baj, ezek meg se sérültek. Jújjúj. Most visszarakjuk magunkat. Jó. Ez kapott egy kicsit. Oh! Jó.
Kés, kemény koc. Harmadik helyen végeztünk? Ez nehéz, ez rendesen nehéz. Ide lehet, hogy amúgy a nagy terepjárót kéne hozni. Megtartjuk ezt kicsit későbbre, és ezt a pályát a kedilekkel fogjuk majd megcsinálni, hogyha tudjuk. Dárcozni fogunk egy autós játékban már megint. Hát meglátjuk, megpróbáljuk beadni, hát ha sikerül. Azért az annyira nem bészes. Az első általában itt a mérvadó. Úgy nem biztos, hogy nyomtam neki eléggé, mindjárt meglátjuk. Mindig a 20-at célzom. Jajaj, kicsit vissza. De meg lett! 38 pont! 38 pont, ugye kétszereztük a 19-et, tripla nincs. Tehát itt csak kétszerező van, hogyha a belső kört találjuk el. Tehát nyilván a közepe lenne a cél, mert az azt hiszem 60-at ad. De hát aztán is kéne találni. Jó. Most! Ott a 60! Ennyi! Mennyi pont kell amúgy, ezt meg se néztem. Hú, mint valami foci meccsen lennék, úgy érzem magam. Mert elég sokan vannak itt a nézők. 98. Na gyerekek, azért ezt nem tudjuk elcseszni. 107 pont. Legalább gyűjtenünk kell itten 9 pontot, ez annyira nem lehet vészes. Na biztosra kell, tutira kell menni. Jó, de, tok, já! Hú, 38 pont! A 3-as miatt aggódtam, bár 6 ponttal nem lettünk volna meg. Úgyhogy inkább mondom balra, meg amúgy az 1-es is ott nagyon közel van a 20-ashoz, úgyhogy meg lehet szívni. 136 ponttal levertünk mindenkit a porondról, ugye a 19-esből kétszer lett duplázó, és egy középső találat. Ezért a versenyért már 8000-et fizetnek, úgyhogy itt már egész nagy pénzek forognak kockán. Nyilvánvalóan meg kéne nyerni, és sokáig kéne az élen maradni. Nem tudom, hogy ezen a pályán versenyeztünk-e már, de biztos, hogy igen, mert annak a bárgyú fiúnak az arcára emlékszek. Jó. Gyorsan az ére kell törni, hogy jaj, kapjunk sok pont. Frank másik kocsival van. Azt látjátok? Váltott autót. Hopp. Hát, kár volt. És Frau Huber az első. Itt nem is tudom, mi történik. Gyorsan utolérjük. Jaj. Jó, törni kéne dolgokat, hogy kapjunk egy kis nitrót. Már itt vagyok mögötte. Ezért már majdnem, hogy szélárnyékot kéne kapni. Nézd meg, azt se tudja, hogy kell vezetnie. Gyerünk. Nagyon szép. Szia! És innentől kezdve igazából easy, miénk az első hely. Hát mindjárt ben vagyunk a célban. Elég easy volt ez a futam. Nem dőlt rá a kocsira semmi menet közben. Egyszer fölborultam egy alagútban. A többiek a térképen sincsenek igazából. Úgyhogy nagyon aggódnunk nem kell. Egy kicsit lelassítok és bevárom őket, hogy addig is hátra kapunk még egy első helyes 1200-at. Gyűjtöttünk font amúgy 30 000-et így a meccs alatt. Az egész jó. Még hát, ha még egyszer beadja ezt az első helyes bónuszt. És igazából Joe Boomer jön mögöttem. Én nem tudom, mi történt Frank Woods-zal, de mióta a kocsit cserélt, azóta igazából nem ellenfél. Na, adj még egy kis pointot. Adsz még egy kis pontot. Legyen hiába való a küzdelmem. Nagyon bemegyünk. Ó! Ó! Mi történik ott? Haló, tessék! Micsoda célfotó lett. Menekülős játékmód, és elkövettem egy hibát. Nem javítottam meg az autómat. Úgyhogy, hát a mi autónk az nem érzi túl jól magát. Meglátjuk, hogy mit tudunk így ebből kihozni. Ettől függetlenül természetesen megpróbáljuk. Nyugodtan lök le, nyugodtan. Sőt, kérni akartam, hogy valaki itten jöjjön már nekem. Ó, Frau Hubert nem szabad hagyni elmenni, mert most ő a legerősebb láncszem itt. Hát persze mindenki elment mellettünk, aki akart ezzel a lendülettel. Jó, csak pont úgy hozzáértem a pajta sarkához. Azok ott meg is vannak mára. Valaki lassan kapja az első rakettát. No, az is megvan. Big Cheesy, léci! Állíts talpra! Öcsém, te dagadt sajtzabáló, ezt nem hiszem el! Jön egy bomba! Utol kell érnünk Frau Hubert. Frankie Boy, elsőként estünk ki! Hát az nagyon ciki! Jó, és felakadt. Nem szólnyál, akartam mondani. Felakadtak, csak hát
Agresszívak a botok, mint valaha. Agresszívabbak, mint valaha, ezt akartam mondani. Haló. Elfelejtettünk vezetni. Meg autót javítani is. Ne menj innen, boomer, takarodj! Azban a harmadik vagyok. Tehát, hogy Big Cheese van előttem, hát ez vicc. Mindenki belénk köt. Fú, ezután menni kell roncs derbit, ezt szét kell kenni a szájukat, mert már... Nagyon szemtelenek lettek a botok. Nincs túl sok életem, úgyhogy arra is oda kéne figyelni. Ezt a kettő csodabogarat, ezt utolértük. Jó, egyik másik megéri a pénzét, ezt láthattuk, nagyszerű. Jó, elsők vagyunk. Megszereztük a vezetést és lemaradtak. Egy roncs autó valami lángol. Csak úgy megjegyzem. 20 másodperc is érkezik az utolsó bomba. Rendesen oda kell figyelnem, hogy merre megyek. Mert annyi törbelék van a pályán, hogy hát, a mi autónkat könnyű lezúzni így. Nem tudom, hogy Iván hol van. Elég ironikus amúgy, hogy második helyen maradt a játék egyik talán leggyengébb karaktere. Ami is ez a lényeg. Nem az, hogy ez a hang számukra azt jelenti, hogy győztünk, és Iván kiesett a járművéből, aminek nem hallottuk amúgy a pukkanását, de hát megnyertük. Nem volt ez olyan rossz. A sérült autó amúgy nem javított sokat a történeten, de megnyertük. Mi ez a Verda haló? Mehetünk vele egy időmérőt. Talán ezzel versenyzik Frau Ubar. Na most ezek az időmérők, ezek azok a típusú versenyek, amiket a legjobban utálok. Mert nagyon rossz vagyok bennük. De az a lényeg igazából, az a trükkje. Tudnod kell, hogy mit és hogy rombolhatsz le a lehető legtöbb nitró érdekében. És annak érdekében, hogy minél kevesebb sebességet veszíts, és ezáltal ugye legyen nitrót, hogy folyamatosan gyorsíthass. És ne veszíts sebességet, és gyors légy, és irdatlan gyors időket kell szaladni, egy megpörülés már gatya. Utána első nem leszel. Ups. Aha, meg az ilyen random események nem könnyítik meg, főleg, hogyha az ember elsőre próbálja. Úgy nagyon oda kell figyelni, hogy az ember átlássa a mapot, merre kell majd mennie. Ami annyira azért itt nem egyértelmű szerintem, ugratunk egyet. Nyilván. Ops, és ez a kifordulás már elég lehet ahhoz, hogy ne legyen meg az első egy. Takarodj már innen, és titróval gyorsulunk! Menj már innen! Jó. Úristen, 10 másodpercünk maradt igazából, hogy... Ó, ennyi nitrón volt. Amit még lesz. Gyerünk, menj! Jó, egy második helyen is kibékülök. Második hely! Jó, második hely lett. Azt a mindenit. A kocsi amúgy jól nézett ki. Már ameddig egybe volt. Hát igen. Igen, itt ilyen, hogyha elsőre próbálom, sok próbálkozás után amúgy meg lehet. Elérkezett a várva várt idő, roncs derbizni fogunk, el kell kennünk az előző körért itt a, vagy az előző előtti körért itt a srácok száját. Egy jó kis parkolós roncs derbi következik, úgyhogy fel lesznek itten tolva a szalagkorlátra. Dominálás in the parkoló következik. Hamarosan román lesz pakolva itten roncsgépekkel. Persze, gyere, egyből csizi. Az igen, boomer is megérkezett. Ki van bogárral? És milyen indoknál fogva? Húha, ez lehet, hogy kicsit morcos. Arra lennék kíváncsi, hogy Juika milyen kocsit hozott. Mindenki tök random autókkal közlekedik, ez mondjuk tetszik. Itt van Gyugyi. Megtaláltam. Frank meg... Dobozossal jött. Olyan is van. Haló, az baj lesz. Gyerekek, Gyugyi ütőképessé vált, és Frau Uber lett a izi, a picurka. Ott a rendőrautó? Szonya van benne nyilván. Akkor ezt most vissza. És most Frau Ubert kéne megtaláltuk. A Big Cheese takarodj innen. Suicide Szonya is megérkezett. Kapott egyet. Bumi. Bibi bumi. Jajjaj. Itt nagyon mennek itt a nehéz súlyú srácok. Mi történik? Honnan szereztem 13 000 pontot amúgy? Nem is értem.
Nézd meg, Zsuzsi belénk durán. Most bánt a múltkariakért. Nem! Hallod, sajti fiú? Mindjárt várjatok, megöljük, kicselezzük őket. Jó. Na, mennyi lenne szépen? Mennyi nem? Hol van sajt? Ott van sajti. Felrubbantottuk egymást? Hát... Jó, elsők lettünk. Azért megnyugodtam, hogy egy komoly dodge-al, ami be van csövezve, azért egy 17 000 pontot meg lehet csinálni. Hát, érdekes. Maradjunk annyiban. Mindenki más verdát hozott, tehát most végre eltértek a megszokott verdáktól. Lassan haladunk amúgy rajongók terén, most lesz meg lassan az 1 400 000, úgyhogy esélyes, hogy a következő részre marad az a Cadillac, amit annyira szeretnék. Nos, hát a versenypályán nyomunk egy versenyt, hisz erre való. Sziasztok, sziasztok! Azt írta, hogy ez keresztpályás verseny, pedig ez nem is az. Ugye hogy nincs is benne olyan, hogy keresztezi egymást itt az út, viszont Frau Ulbernek az útját tudjuk keresztezni. Ezzel az autóval voltunk amúgy az időmérőn. És milyen jól néz ki. Jaj! Hajjad, itt nyomni kell a gázt? Várjatok meg, srácok, jövök én is! Gyűjtöttem Nitrót. Hova fékeztek? Hát ez egy verseny. Itt csak a gázt kell nyomni. Jó, az nem igaz. Pont, hogy versenyre fontos, hogy az embernek jó fékei legyenek. Ops. Szia! Ilyen barátságos verseny, tudjátok. Az a helyzet, hogy itt lehet így versenyezni. Ezt egy Forma 1-be megcsinálnám, ott lehetőleg jogosan haragudnának érte. És te elém kerültél? Nem szégyeled magad? Menjél csak vissza a helyedre? Úgy. Na viszont Frau Ulbert nem tudom, hogy utol... Já, még van 4 körünk, utad érjük. Azt hiszem. Fogjátok csak meg egymást, nagyon szép! Ki legyen elém! De Csucsi! Hát nem hiszlek el, kilökés. Nice. Ilyen achievementet csak. Így már nem leszünk biztos, hogy úgy nyomtam Frau Ulbert után a gázt, ahogy csak lehet. Erre itt a kis csaj kitolat elém. Tehát tényleg mint a kötelező lenne neki. Ez le volt írva itt a munkaszerződésébe, hogy neki engem blokkolnia kell. Hogy Frau Ulbert még egyszer becsicskíthasson minket egy verseny során. Azért reménykedek, hogy valami torlódás elől ott még kialakul, mert most megint találkozott valakivel. De ez gyerekek, hát legalább kiesett a kocsiba, meg is érdemelte. Jó, és valóban kialakult a torlódás, amiről beszéltem. Szia! Hogy mi történt? Kiesett bőle a váltó, vagy? Mindegy. Lelassult. Nem írtam be cheat kódot, nem kell aggódni. Ez a kocsin szerintem látható. Elsöpettünk. Pedig még meg is próbálták szabotálni a versenyünket. Na most, hogyha megcsinom az első helyet azokon a versenyeken, ahol még nem voltam első, szerintem akkor se lesz 1 500 000 követő. Az baj, mert ugye, hogyha kifullosztok egy versenyt a karrierben, ugye azt nem lehet újra csinálni. Hú, ez baj, és ráadásul pont nem a legjobb versenyek vannak itt, és a Hunter Rosberg szeretném használni a Cadillac-et. Jó van, hát srácok, kénytelen leszek ilyen alternatív meccseket menni, amelyek itt vannak ilyen szabad versenyeket, hogy gyűjtsek követőket. Most ezzel annyi a probléma, hogy ott nagyon keveset ad, úgyhogy ezt én valószínűleg videón kívül megcsinom, és a következő részben folytatjuk Frau Ulbert legyőzésével, autóvásárlással, és robogunk Frank Woods felé, aki ezt szerintem 2 000 000 követő fog majd kelleni. Ami meg végképp nem tudom, hogy hogy lesz meg, de meglátjuk majd, hogy mi lesz itt a matek. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a videóban velem tartottatok. Ezt az autót javítsuk majd meg, mert illúzió romboló, hogy itten hommá van törve. Nagyon jó szolgálatot tesz a vasparipa, úgyhogy elégedett vagyok vele. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és még nem tettek volna, még iratkoztok fel. Ezt tarkoltam, jók lehetek, sziasztok!